A helyi modellezők 19 éve indították útjára kiállításukat. Kezdetben az esemény egy kis színes városi program volt, mára azonban világszínvonalú eseményé duzzadt. Több mint 19 éve szervezzük a nemzetközi makettkiállításunkat, ami első időszakban egy csöndes kis stúdió kiállítás volt a város könyvtárában, és aztán utána egyre többen jöttek, vitték a rendezvény, a város, a régió jó hírét. A könyvtárból később az egyetemre költözött a kiállítás. A népszerűség növekedése mostanra odáig vezetett, hogy nem csak a kontinensünkről, hanem Amerikából, illetve Ázsiából is érkeznek résztvevők. Már nem csak mosonmagyaróváriak vagyunk, akik a rendezvényt szervezzük, hanem nagyon sokan segítenek az ország más egyesületeiből, klubjaiból is. A zsűrizésben, egyéb más olyan dolgokban, amihez nagy létszám kell, tehát nagyon szívesen vállalják. Mosonmagyaróvár önkormányzata is támogatja a kiállítást. Az elmúlt években ez a program nemzetközileg ismertétette városunkat, hangsúlyozta Árva István polgármester. Tényleg ez az elmúlt gyakran, vagy szinte 20 év bebizonyította a számunkra is azt, hogy apró munkával, kitartással hogyan lehet egy rendezvényt igazán sikeressé tenni. A kiállításon több mint 1300 művet lehet majd megtekinteni. Az idei év kiemelt témája a II. Világháborús magyarországi szárazföldi és légieszközei lesznek. A rendezvény április 18-án nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt az egyetemen.